Én azt mondom, hogy szerintem a pad az legyen pad, igazából tök mindegy, hogy milyen színű. Szerintem paródia színvonal az egész, ami kerülött az alatt. Például én, mint ugye, mint nem bináris személy, sok úgy nem tudnám most megváltoztatni, most már sehogyan se, hogy mi szerepel a személyigazolványomon a nemennél. Ez a középkort idéző diktatúrikus intézkedés, tehát már a 21. században élünk, nem a 15-ben. Elindult a 28. Budapest Pride a Hősök teréről, most éppen az Andrássy úton vonulnak, és egészen a Vajdahunyad váráig fognak majd menetelni a tömegek. Nagyjából olyan több tízezren vannak, ezt így el lehet mondani, tavaly 35 ezeren vettek részt, és az idei rendezvénynek is az a célja, hogy kiálljanak az emberi jogokért. Hát nagyon remélem, hogy sokan vagyunk, legalább annyian, mint tavaly, ami ugye 35 ezer volt, és remélem, hogy ezt így megütjük idén is. És ennek a rendezvénynek az üzenete az, hogy mindenkinek van helye ebben a világban, és hogy szeressük és fogadjuk el egymást. Hogy érzitek magatokat? Iszonyatosan jól, köszi a kérdést! very good, I'm very enthusiastic about this, this pride going on here, and it's very enjoyable. Én transznemű férfi vagyok, és biszexuális. És azért jöttem el, mert minden évben ki szoktam jönni, és szeretném jól érezni magam, új embereket megismerni, és csak igazából így egy ilyen láthatósági nap számomra, hogy jól érzem magam. Nagyon jól érezzük magunkat, jó a buli, és szerintem ennél még csak jobb lesz innentől kezdve, ahogy egyre több ember becsatlakozik, egyre nagyobb lesz a parti, nagyon jól érezzük magunkat. Hát a nagy meleg ellenére is mindenki élvezi, főleg Britney Spears, kérem szépen, ki nem szereti. Melyik meleg nem szereti? Nagyon jó a hangulat. Nagyon izgalmas egyelőre a Pride, szerintem egy állati jó kis felvonuláson vagyunk jelenleg. Jó buli, nem? Sok ember van. Te cuki vagy! Igen, szerintem neki is jó alkalom, hogy embereket lássam. 97. szeptember 6-a óta minden évben felvonultam. Ez egy rezsim elleni demonstráció. Fontosnak tartom azokat az értékeket, amit a Budapest Pride képvisel. Szerintem ezek az értékek az elfogadás, a szeretet, a kisebbségeknek a beilleszkedése. Demonstrálni kell az LMBTQ jogok érdekében, hogy legyenek, érvényesüljenek és egyáltalán legyenek. Ami engem nagyon megfog benne, az, hogy az emberek együtt érdekében, meg hogy egy szándékkal vannak jelen valahol, és szerintem ez egy jó vibe. Fontos ez mindenkinek, úgyhogy ezért vagyunk itt. Ugyanazért, mint mindenki más. Mert hogy bármi történik, akkor is van arra esély, hogy megváltoztassuk az emberek véleményét. És kizárólag azért, hogy reprezentáljam azt a közösséget, aminek én is a része vagyok, ez pedig a drag közösség. Hát gyakorlatilag a transvestita előadók, a drag művészek, drag queenek, drag kingek, azok, akik az ellenkező nemnek szerűen öltöznek be sminkkel, ruhákkal, hajakkal, mindennel, és gyakorlatilag egy színpadi előadás módot mutatnak be az embereknek. Elég különleges pólóval érkeztél ide ki, miért pont ezt választottad? Hát az alkalom az időben illik felöltözni, és ezt a kisebbik lányom rajzolt, aki grafikus, úgyhogy általában a Pride-re ezt szoktam felvenni. Ez azon, hogy kifigurázza bizonyos értelemben az alaptörvényben azt az ostobaságot, hogy az apa férfi, az anya nő, mert akinek egy leszbikus párral él együtt gyerekén, az nem egy női apja. Befestenétek ezt a padot valamilyen színűre? Szerintem ugyanúgy maradhat nyugodtan szivárványszínűvel. Univerzálisan szerintem az mindenkinek szól. Hát én szivárványosan hagytam volna. De hallottam róla, és nagyon gázom úgy, hogy eltűnt a végére a pad. És szivárvány színűre természetesen. Szivárványosra. Hát a szivárvány az jó szerintem. Én azt mondom, hogy szerintem a pad az legyen pad, igazából tök mindegy, hogy milyen színű. Szerintem paródia színvonal az egész, ami kerülete zajlik. Ha már szivárványra lehet festve, akkor maradjon már úgy szerintem, már amúgy is jól néz ki, és a szivárvány az amúgy is mindenki él. És könyvet, melyiket fóliáznád be? Egyiket sem. Szerintem egyiket sem, minden könyv ugyanolyan, és szerintem nem kéne diszkriminálni a könyveket, az szerint, hogy mit tartalmaz, és szerintem ettől nem kéne diszkriminálni. Igen, az durva. De fóliáznád a könyvet? Dehogy fóliáznám, nem fóliáznék semmit. Ez a középkort idéző diktatúrikus intézkedés, tehát már a 21. században élünk, nem a 15-ben. És hogy látod az elmúlt egy évben az LMBTQ embereknek mennyire változott a helyzete? Hát. Rossz irányba? Inkább rossz irányba, sajnos a kormány miatt.
Én elég szomorú vagyok, és gondolkozom a külföldre való költözésen, hát majd jövőre szerintem. Szerintem nagyon sokat változott, és sajnos nem a jó irányba. Magyarországon? Igen. Hát nagyon mélyről kezdték, úgyhogy gondolom, hogy azóta csak jobb, nem? A pandémiából visszajövő, amikor itt tényleg egységesen visszajöntök, akkor lehetett látni, hogy ha, azért ugye a hátsó ajtók mögött, hogy miket csináltuk, ugye az magasabb helyesek, most mondjuk így. El lettünk lehetetlenítve egy-két dologról. Például én, mint ugye, mint nem bináris személy, sok úgy nem tudnám most megváltoztatni, most már sehogyan se, hogy mi szerepel a személyigazolványomon a nevemnél. Idáig ez lehetséges volt. Persze, nem egyszerűen, de 2020-tól most már esre. Én nem mindig követem a politikát, úgyhogy én nem igazán tudom ezt pontosan, de úgy érzem, hogy inkább kevésbé vagyunk elfogadottak, és egyre nehezebb önmagunknak lenni. Civil szinten én azt érzem, hogy alapvetően egyre nagyobb az elfogadás az LMBTQ mozgalommal kapcsolatban. Kormányi szinten egyre kevésbé, ott egyre inkább az ellentétesség az, ami jellemző manapság. Viszont azt remélem, hogy a civil mozgalom az, ami itt végül erősebben fog kijönni ebből az egészből. Látom, Debrecenből érkeztél? Igen, Debrecenből. Igyekszünk arra, hogy Pride-ot csináljunk, rendezzünk ott is, de nem ebben az évben, talán jövőre, vagy jövő utára. Csak a rezsim homofób, a társadalom nem.